Kedi Csukom, jó napot kívánok, szerbusztok, kinek hogy. Ozsvárd Sándor vagyok, Debrecenből jöttem. Mesterségem címere, hát az nagyon összetett címer, mert eredetileg magyar történelem szakos tanár vagyok, ma két hete kaptam meg az aranydiplomámot, vagyis 50 éve. Emellett színházzal foglalkoztam nagyon hosszú ideig, elvégezően a Színművészet Egyetem színházelmélet dramaturgia szakát is, és ugyanezekkel a stúdiumokkal párhuzamosan belekeveredtem, aztán belemerítkeztem a szerves műveltségbe. Pap Gábor és köre 82 óta jó ismerőseimet alkotják, Molnár Vióska bácsi, Pap Gábor, Szántai Lajos, Makoldi Sándor. Sőt, már olyan tanítványaim vannak, aki ennek a kultúrkörnek élharcosa, Harangozó Imre például, ugye ismerjük Imre, oda járt hozzánk a főiskolára Debrecenbe. Hosszú ideig, 30 plusz egy évig tanítottam Debrecenben a Kölcsei Főiskolán, emellett hát előadtam vendégtanárként több főiskolán és egyetemen. A beszédhez úgy keveredtem, hogy kezdő tanárként mondták, hogy én jó, fiatal vagyok, erőben vagyok, magyar szakos vagyok, hát színpadot kéne csinálni, irodalmi színpad nagy korszaka volt az, én összecsaptam a bokámat, akkor igen. Hát ez a bokacsatoktatás odáig tartott, hogy első diák színpadommal bejutottunk a Kimi Tud országos döntőjébe. Annak idején nagyon nagy szó volt. Igen ám, de a megyei versenyen figyelmeztetett a zsűri egyik tagja, hogy tanár úr, minden rendben, aranyosak ezek a gyerekek, tehetségesek, de hát ez a sárdéti tájszólás, ez valami rettenetes. Tanítsa már meg őket rendesen beszélni. És rögtön kezembe nyomott egy kis kötetkét, mondták Imre beszédtechnikai füzetkéjét. Na, ez volt a nyitó. Szimatot kaptam, és mivel a színpadhoz felnőttek is csatlakoztak, gyarapodott, szélesedett, rá kényszerültem, hogy a színház ügyeit is valamilyen módon hát kitanuljam, ne csak ilyen séróból. Részt vettem egy egyéves kurzuson, amatőr színpadrendezői tanfolyam. Mit az Isten, mondták, Imre tanította a színpadi beszédet. Hát ezen felbuzdulva a következő kurzusra is beiratkoztam, az már egy emelt szintű volt. Mit az Isten, ott is mondták, Imre tanította a színpadi beszédet. Aztán mindezeken felbuzdulva felvételt nyertem, 116 jelenkezőből 13 került be a színművészetire, színházelmélet dramaturgia szakra. Ott pedig Fischer Sándor tanította a beszédtechnikát, tehát a két legnagyobb mester. Végül még a harmadikkal, Vaha Imre bácsival is volt szerencsém. Utóbbival már a rádiónál, televíziónál, mert amikor nyugdíjba mentem 11 évvel ezelőtt, akkor már másnap szerződésem volt az MTV-hoz, azóta ott vagyok beszédtanár. Egész idén július 1-ig jelenléti képzést is folytattam, de aztán elég nehezemre esett a sok pestri utazgatás, hogy most már csak online foglalkozom, külhoni tudósítókkal, tehát akik az MTV-a külföldi tudósítói, velük foglalkozom, ez is bőven elegendő, ez a 18. Nos, tehát a tőlük, mestereimtől tanultakkal, felvértezve, meg most már, ha jól számolom, 50 év gyakorlati tapasztalataival rendelkezve gyúrtam össze mindazt, amit ma én a beszédről tudok, elhelyezve az egyetemes művelődésben, a magyar művelődésben, azonban is a szerves művelődésben. Nagyon nagy bánatom, és ennek mindenütt hangot adok itt is,
hogy Magyarországon a beszédképzés a lehető leghátrányosabb helyzetben van, képzésről nem is szólhatok. Nem kérdezem meg, mert tudom, hogy senki nem tanult beszédet iskolában, intézményesítve, rendszeresen senki nem tanult beszédet. Még én sem, kivéve ezeket a helyeket, ahol előfordultam. Magyarországon utoljára az 1948-49-es tanévben volt tantárgy utoljára, mégpedig az elemiskola harmadik, negyedik osztályában. Az volt a tantárgy neve, hogy beszéd és értelemgyakorlat. A kapcsolatos szószerkezetben van a lényeg. Beszéd és értelemgyakorlat. 2 évig tanulták a gyerekek. Azzal párhuzamosan és megelőzőleg minden gimnáziumban tantárgy volt, retorikát tanítottak, de minden gimnáziumban. Azt megelőzően még a középkorban, a magyar iskolákban, természetesen akkor még latin nyelven tanítottak, akkor pedig a Septem Artes Liberales a 7 szabad művészetnek egyik alaptárgya volt. Ugye 7 év, akkor a 7-es évbeosztás nagyon fontos volt, nem mondom végig, hogy miért. Lényeg az, hogy az első 3 év volt a trivium. Ez volt a triviális képzés. Az nem primitívet, meg bunkót jelent, hogy triviális, hanem alapfokú, elemi szintű. Grammatikát, retorikát és dialektikát tanítottak. De nem írni grammatika, hanem olvasni, gyakorlatra fordva, olvasni, beszélni és gondolkodni. Tehát a dialektikát se filozófiai disziplinaként értsük. Tehát ez volt a 3. Aki ezt sikeresen elvégezte, keveseknek adatott meg, az a quadriviumot is fölvehette, ott már egy magasabb képzés folyt, aritmetikát, geometriát, asztronómiát és muzikát tanítottak. Ez volt a quadrivium. Aki ezt elvégezte egészen az 1100-as évekig, a legmagasabb műveltséggel rendelkezett. Aztán majd Bolognában kitalálták az univerzitást, ami erre épült. Az univerzitás azért univerzitás, mert legalább négy disziplinának, tudományágnak kell megfelelni, tehát orvos, jogász, stb. Értem? Tehát a Kádár meg Rákosi korszakbeli magyarországi egyetemek nem voltak univerzitások, hiszen egy vagy két fakultásuk volt csak. Nos, ha valaki ezt is elvégezte, 18, legkésőbb 19 éves korában doktor magiszterként állhatott világ elé. Janusz Pannonius, tessenek gondolni. Mindig csodálkoztak. Hű, de okos gyerek lehetett már 18 éves korában magiszter volt. Hát ezért. Ezért. Nem volt az a közbülső 8 osztályos gimnázium akkor még. No, summa summarum, nincs ma Magyarországon beszédtanítás. Bármi hihetetlen, nem tanulnak beszédet, akiknek ez az eszközük. Nem tanulnak a jogászok, nem tanulnak a papok, nem tanulnak a tanárok, a tanítók. Tanítóképző van ugyan, hogy beszédművelés, de az inkább nyelvhelyesség, nyelvtanpótlék. Hát már ki azt tanítja, az sem tanult beszédtechnikát. Tessék eljönni. Leghosszabb ideig a református teológián bírták, 14 évvel ezelőtt vezették ki onnan a beszédtechnikát. A retorikát tanulnak ugyan, nagyon fontos az is, de az arról szól, hogy milyen beszédtípusok vannak, hogyan kell egy beszédet megszerkeszteni, milyen annak a felépítése, milyen a hatásmechanizmusa, a megszövegezésben milyen stíluskövetelményeknek kell eleget tenni, még meggyőzés lélektani ismereteket is tanítanak, csak azt nem, hogy ezt a szöveget hogy kell elmondani. Nem beszélve arról, hogy a kommunikáció más eszközei közül például a nem verbális kommunikációval egyáltalán nem foglalkoznak. Ha foglalkoznak valahogy, az is lebutított változat, mert csak a gesztusokat, arcjátékot, tekintetet szokták venni, ez szűk értelmű. De hát
az, hogy én itt most járkálok, én most egy térben elhelyezkedek, hogy milyen távolságra vagyunk egymástól. Ezek mind kommunikációs tényező. A tér maga is kommunikál. A térköz kommunikál. A testtartásom. A hely és helyzetváltoztatás. Aztán jön a gesztusok, arcjáték, tekintet, stb. És mindez komplex módon. Tehát a verbális kommunikációt, mondhatnám úgy is, hogy a vokális kommunikációt, ezt nevezzük direkt kommunikációs csatornának, az élőbeszédet, az összes többit pedig relációs csatornának. Buda Béla pszichiáter foglalkozott ezzel egyébként, érdemes utána nézni az ő munkásságának, relációs csatornának. Mert például, ha a tekintetem jelzéseit veszik, vagy a gesztusokat, amit most csinálok, az úgy hívják, hogy a szöveg ritmusát követő gesztus, a beszédritmus követő gesztus. Ha le akarom az egészet kerekíteni, és ez pedig az illusztráló gesztus. Sok ilyen van, de mindez erősíti, hitelesíti, aláhúzza, kontrasztizálja, ellenpontozza, vagy pedig hiteltelenné teszi. Ha megáll nekem egy papa szószéken, és akkor így mondja a prédikációt, 3 perc múlva nem tudok rá figyelni. Komolyan. Ha egy tanár, mondom, hogy még az asztal mellett ül, kihagyja ezeket az eszközöket hiteltelen. Vagy ha nem néz rám. Én bármilyen nagyszerű dolgot mondhatnék itt egy fél órán keresztül, hogy azt a áthidaló gerendát nézném, hát 3 perc múlva a fenébe küldenének el. Igaz? Mert nem. Na most éppen azért kezdjük innen, jó? Mert nagyon fontos a beszédnek és a relációs csatornának a működtetés. Ma nagyon-nagyon-nagyon favorizált tudományág a kommunikáció. Mindenütt tanulják már retteltesen. Népszerű, rá, és akkor megkérdezem az ottan végzetteket, hogy tessék elmondani, mit ért alatt, hogy kommunikáció? Szégvilágon mindent mondnak. Beszélgetéstől kezdve, meggyőzés, kölcsönös ráhatás, stb. Ilyeneket mondanak, ha mondanak egyáltalán valamit. De mondom, határozzuk már meg, hogy mi az, hogy fogalmi szinten. Emberrel nem találkoztam még. Hát, mint minden tudományban, minden művészetben, az alapfogalmak a görögből erednek. Itt mi esetünkben a kommosz szóból, kommosz, azt jelenti, hogy közös, a közzé tenni valamit. Köz. Kölcsei még így mondta, hogy a köz érdekében, a közösség érdekében. Tehát ebből lett kommunikáció, ebből lett a kommunád, a kommunizmus, a kommunitás, stb. Mennyire hasonlít a kozmoszhoz, igaz? Mennyire hasonlít? De megint ott tartunk a szerves műveltség kereteinél. Na most, a kommunikáció, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, nem lebutítani, hanem egyszerűsíteni, akkor azt mondom, hogy 6 nélkülözhetetlen, elengedhetetlen tényezője van. És ebből csak egy a beszéd. 6 nélkülözhetetlen, elengedhetetlen tényezője van. Az emberi kommunikációról beszélünk természetesen, mert az nem kommunikáció, hogy a új-zélandi halász érti a delfinek nyelvét. Mert nem tud delfinül. Érthető? Nem tud delfinül. Tudja, hogy most mi a baja. Meg a kutyám, ha vonít, akkor tudom, hogy mi a baja. De tudom. Az emberi kommunikáció, akkor az a legegyszerűbb definíciót hadd mondjam. A kommunikáció interpersonális és interakciós folyamat. Most egy csomó idegen kifejezést használtam. Azért használom, mert talán legjobban interpersonális és interakciós folyamat. Vagyis minimum 2 személy feltételez, személy interpersonális, és interakciós folyamat. Oda-visszaható kölcsönhatásban folyamat, amely folyamat végén más minőségben lépek ki
a szituációba, mint amiben beléptem. Érthető? De mindkét résztvevő fél. Vagyis megvan már nekünk a első két szereplő, ezt úgy szokták nevezni, hogy adó, küldő, feladó, többféle névvel van, és a másik pedig a vevő, címzett, üzleti kommunikációban célszemély. Ugye, árulkodik, ugye? Célszemély. És a valamilyen formában kódolt üzenet általában az a neve, az lehet vokális, amit csinált, lehet mimetikus, kinetikus, többféle lehet, tehát valamilyen kód van benne. Tehát adó, üzenet, vevő. Nagyon fontos, hogy a kommunikáció reklámnyelvén szólva nem jöhetne létre, ha nem teremtenek ők kapcsolatot. Valamilyen módon kapcsolat, de nem elegendő a kapcsolat megteremtése, folyamatosan fenn is kell tartani, hogy milyen eszközökkel az százféle lehet. Tehát most például most másfél óráig fogok körülbelül beszélni, de amikor látom, hogy kezdenek pilledni, akkor nekem mindent el kell követni, hogy figyeljenek rá. Igaz? Megfulladni, flikflakot csinálni, viccet mesélni, de hogy a kapcsolat fent maradjon. Világos? Nagyon fontos, hogy az üzenet valamilyen módon, amit úgy szoktunk nevezni, csatornán jut el egymáshoz. Na most itt rögtön többes számot fogok használni, csatornákról lesz szó. Ugyanis a kommunikáció legteljesebb módon öt csatornás műfaj. Ezt se szokták mondani. Öt csatornás műfaj. Tehát ha most ide egy mint hogyha a énekfüzetnek lenne a, igaz? Öt csatorna. Csatornákról van szó. Miért éppen öt csatorna? Nézzük meg, lélektani oldalról megközelítve, mi a feladónak, az adónak a tevékenysége, motorikus tevékenység. Verbomotorikus, grafomotorikus például, mimetikus, kinetikus, motorikus tevékenység. Fontosabb azonban ebből a szempontból vevői, tehát ez motorikus tevékenység. Ez fogja aláhúzni, hogy miért öt csatornáról beszélek. A vevő tevékenysége receptív, felfogó, jelfogó tevékenység. Na hát akkor most már a köznapi kifejezéssel éve, hány receptorunk van? Hány érzékszervünk van? Látás, hallás, szaglás. Tapintás és ízérzék. Öt. Bármilyen furcsa, bármilyen csatornán működik a kommunikáció, mind az öt működik. A vevőnél. Nem azonos mértékben, de mindaz ott működik. Még egy érdekessége van, hogy a adónak és a vevőnek a tevékenysége az nem úgy, hogy valaki mond valamit, a másik meghallgatja, aztán ő mond valamit, a másik meghallgatja. Nem. Hanem szimultán zajlik. Mert amikor az adó a vokális csatornát használja, ugyanakkor vizuálisan veszi is, hogy értik-e, rám néznek-e, figyelnek-e, mert ha még kicsit szúnyad, akkor nekem hangosabban kell beszélni, igaz? Vagy ha így tétováznak, akkor meg kell világítani. Vagyis egyszerre, vagyis szimultán működik. Adó is, az illető meg vevő is. Na most, ha mint vevő érzékeli, hogy valami baj van, akkor az adást módosítani kell egy kicsit, igaz? Tehát egy nagyon-nagyon érdekes összefüggés.
Igen, természetesen, most csak gyorsítom mondom, azért is rajzolom, hogy rögzíthető legyen, és hogy fel lehessen idézni majd otthon. Na most van valami, amit soha senki nem szokott felvezetni, fontosságát hangsúlyozni, és ez a kontextus. Azért fontos ez, mert a kontextus az eddigi öt tényező mindegyikét befolyásolja. Az adóét is, a vevőjét is, befolyásolja az üzenetet, befolyásolja a kapcsolatot, a csatornák működését. Tehát egy egész háló ez a rendszere mindent befolyásol. Ez a kontextus ezerféle lehet. Nagyon sokféle lehet. Tehát csak például egy, most 10:45 van. A nap szakaszai közül ez az időszak a legideálisabb, a legoptimálisabb befogadásra. A befogadói hajlandóság most a legnagyobb. Olyan 8-12, kicsit szűkítve 8:30 és 11:30 között. Aztán stagnálni kezd, majd egy órától alábbhagy és zuhanni kezd. Olyan 4-ig, 4:30-ig. Nem éri el a délelőttinek a 40-50%-át sem. Vagyis ezt tudván 3 órára egy megbeszélést, üzleti találkozót, vagy hogy szokták ezt nevezni, megyek felvételre, ugye? Öngyilkosság akkora vállalni, mert eleve hátrányos helyzetből indul az illető. Na most természetesen mindez normál esetekre vonatkozik, tehát arra nem vonatkozik, hogy a fiú tanítványaim előző nap loki meccsen voltak, hülyére üvöltötték magukat, és utána elmentek a kocsmába. Bármit csinálok én másnap délelőtt, azok alusznak. Érte? Most tessék ilyeneket begondolni. Ilyenekbe. Vagy természet lágyolén vagyunk. Van háttérzaj? Nincs. Hát most tessék elképzelni mindezt, egy előadóteremben ott utcán közlekednek, tűkölnek a autók, csilingel a villamos, meg dudálnak őrült módra. Befolyásolja a kommunikációt? Hogyne? Hogyne? Befolyásolja. Vagy, milyen érdekes, nekem még azt is figyelembe kell venni, nem azonnal jöttem rá, már ugyan 40 év körül, hogy mikor van holttölte. Kérem szépen, a tanítóképzőben 70-80%-ban hölgyek jártak. Megfigyeltem holttölte idején, vagy viháncoltak őrült módon, ha itt csináltam, az egész társaság röhögött, másik csoportba bemegyek, mint a hullaházba. Ülne. Bármit mondtam, azok ültek. Meg hat egymásra is. Nagyon fontos dolog, a női szervezet működése, tudják, a holgyárásával kvadrá, 28 napos a holt, hónap is a hölgyek is. Főméhész barátom, szülésznői gyógyász, illető csak így becézzük, hogy a főméhész, mondta, hogy amikor holttölte van, milyen nehéz a szülés. Aztán a sebész doktorú kontrázott, aki már 60-valahány éves, én aznapra nem vállalok műtétet, mert vérzékenyek rettenetesen. Most nem mondom végig, de ugye, hogy a nedveket holt szabályozza, mindenki által ismert az árapály jelensége, igaz? És a női szervezet is. Shakespeare még ezt is nagyon jól tudta. Mert ha valakinek, már bocsánat az urak, túl kérek elnézést, ha a havi vérzése holttöltére esik, szenved, mint az őrült. És akinél pont nem akkor van, az pedig rendkívül szenzibilis.
Róma és Júliába, Júlia kinek vallja meg a szerelmét? A teli holdnak. Mert ha nem olyan állapotban lett volna, akkor az a nász éjszaka nem születik meg, mint tudjuk. Ugye? Milyen érdekes ez is. Na, hát ez a kommunikáció rendszere. Ha már kommunikációról beszélünk, a beszéd az egyik legősibb kommunikációs eszköz emberek között. Egy picivel megelőzi csak a nem verbális eszköz, a gesztus, látom az illetőn, hogy fáradt, érthető? Azért nagyon fontos, hogy a beszéd a legősibb kommunikációs eszköz. Több százezer év múlva követi csak az írás. Tessék végig gondolni, több százezer év múlva követi csak az írás. Az emberi civilizáció mintegy 600 000 évtől vezethető vissza mindenféle leletek alapján. Több százezer év múlva követi az írás. Ma ott tartunk, hogy részben az írásbeliség, részben a vizualitás uralkodó, sőt az utóbbi agresszíven az. Iskolában mindig tesztlapokat töltünk ki, igaz? Írásban felelünk, igaz? Írásban. Szakdolgozatot írunk, diplomamunkát írunk. 150 évvel ezelőtt, hogy szakdolgozat nem volt sokkal. Mindent, mindenki szóban. Szóban kellett előadni. Hát azért tanulták a retorikát. Szóban kellett előadni. Most aztán a modern korban a vizuális információhordozók uralkodóvá válna, már mindenki nyomja a kütyüjét, nézik a számítógépet és itt tovább. Az csak egy példával, hogy mennyire agresszíven terjedt el. Már Adibandiék korában megfigyelték a 20. század első évtizedeiben, hogy a vizualitás mennyire betört az életünkbe. Akkor mérték először, hogy a világról szerzett ismereteink majdnem 60% akkor vizuális úton szerződik. Ma túl vagyunk a 80-on. Tessék végig gondolni. Túl vagyunk a 80-on. És a másik 4 receptoromra jut az a 20%, 18-20%. Azon belül is a legtöbb a beszédre. Az én diákkoromban a legnagyobb méretű plakát, az az A0-as méret volt, az egy év. A0-as méret, az ekkora. Ekkora A0-as méret. Ez a legnagyobb, ez az óriás plakát. Hát hol tartunk ma? Megaplakát, gigaplakát, poszterek. Hát amikor, tudom én, egy 14 emeletes házon láttam egy portrét, nem mondom, hogy kié. Tessék végig gondolni. Üvölt. Vértes és Anyi bácsi, talán hallottak már róla, a televíziózás nagymestere volt, utána nyugdíjba ment, sikerült meghívni a főiskolára, hogy televíziós ismereteket tanítsa, egymás mellett ültünk, és rendszeresen beszélgettünk természetesen, jó 10-12 évig, és mondja, hogy öregem, az én időmben, annak idején, ha kimentünk valahova riportot készíteni, egy perc alatt legfeljebb 2-3 snittet vettünk föl. Most 20-22-t. Nem beszélve a klipekről. Hát alig követhető már, igaz? Alig követhető. Tehát ennyire üvölt a vizualitás. Nálunk még tudományosan sem foglalkoznak már vele. Nyelvészeink. Egyszerűen nem értenek hozzá. Valamikor, az öregebbje valamikor tanult, nem értenek hozzá. Csak egy példát ad mondjuk. 2 ünnepe van a magyar nyelvnek hazánkban. Az első az a április 3. hete, a magyar nyelv hete. Széphalomban akkor avatták fel a magyar nyelv múzeumát, Kazinczy egykori kis kastélyában. És az a második, az utóbbi, pedig november 13-a, az pedig a magyar nyelv napja.
ugyanis 1844. november 13-án hozta törvénybe a Magyarországgyűlés, hogy Magyarországon a magyar a hivatalos nyelv. Tessék végig onnan. A magyar a hivatalos nyelv. Alig százvalahány éve. Már Bessenyeiknek nagy szívfájdalma volt. Bessenyei magyarokhoz kiáltványában megírta a tájékozódás, hogy honnan kell megújítani, amíg a magyar parasztasszony magyarul dajkálja a gyermekét, oda lehet hova visszanyúlni. Miért? Az intézményekben deákul beszéltek, ez egy egyszerűsített latin. Tisztviselők, parlamentben, megyeházán, jegyzőkönyveket is így vezették. A katonaságnál német volt a vezényleti nyelv, a templomokban latinul, egészen 1950-es évekig latinul folytak a misék. Az előkelők franciául társalogtak, a külföldre járók franciául és angolul. Egyedül a nép, a paraszt beszélt magyarul. Most nemrégében Balatonszárszón voltam, József Attila emlékházba elmentem, és néhány tanulmányt József Attilától kiollóztam. Ő is pont ezzel foglalkozik. Vissza kell nyúlni a magyar nép beszédmódjához. Ezen ünnepi alkalmakkor mindig csak nyelvészkednek a nyelvészek. Tájnyelvekről, rétegnyelvekről, ilyenekről beszélnek, diáknyelvről, ikerítésről, az égvilágon mindenről. Csak a beszédről nem. Egy példa, és akkor ebben ezzel abba is hagyom, mert megelégeltem a ügyet. 2015-ben a magyar nyelv napjának országos nyitó rendezvényét Szombathelyen tartották. Meghívtak engem is, hogy tartsak előadást. 27 előadásból ketten beszéltünk a beszédről. Juhász Ödit, a nyelvápolók szövetségének elnöke meg én. És ez még egy elfogadható arány, ha még tovább tágítom. Tehát ennyi. Megpróbáltuk Acél Annával visszahozni, visszakuncsorogni a beszédtanítást az iskolai keretek közé. Megpróbáltunk egyetemekkel kapcsolatot teremteni, egyedül a Nemzetvédelmi Egyetem, most közszolgálatinak hívják, egyedül az volt rávevő, pontosabban ott is egy dékánasszony, pehünkre kiküldték Párizsba, abban maradt az egész. Most a legutóbbi alaptanternél, ugye most megint új jött ki, benyújtottuk ezt a tervezetet, teljesen ki volt dolgozva. A miniszter úrnak, Káslernek, és eljuttattuk Takaró Mihályhoz, Takaró Mihály nem is reagált rá, Kásler miniszter úr elolvasta, nagyon tetszett neki, mondják a környezetéből, nem akart ember, aki szakértse. Tessék így gondolni. Nem akart ember, aki szakértse, hogy ez jó, vagy nem jó, ha nem jó, miért nem jó, ha jó, miért jó. Nem akart ember. Itt tartunk. Úgyhogy én már ezt a törekvésemet feladtam, ahol lehet, elmondom a magamét, mint itt is. No, hát ez volt a bevezető. Nagyon kell foglalkozni. De a teljes kommunikációs rendszeren belül, mert minden összefüggés van, mint látjuk, ez a szerves műveltségünkben nagyon belevágám. Mert a magyar beszéd, egy kicsit közelítek a magyar műveltséghez, a magyar beszédet ének, zene, tánc nélkül és csak külön nem lehet értelmezni. Mert nagyon-nagyon hosszú ideig az ének és a zene együtt ment. Hát, aki tanult magyar irodalmat, tudja, hogy Balassi Bálint korában még ad notam
Oda is írta, hogy minek a dallamára kell ezt mondani. Világos? Nálunk, utoljára nálunk Európában vált el az ének a szövegtől. De megmaradt búvópatakként, mint a mai napig működik. Mert a költőink például vagy bevallják, vagy nem, de így írnak. Zenére írnak. Némelyik be is vallja, némelyik csak mormol, amikor rákérdeznek, de mi tudjuk, hogy zenemotoszkál mögötte. Egy példát hadd mondjak, és ezzel le is zárom ezt a részt, hogy mennyire összefüggésben van. Vörös Sándornak, mikor a 75. születésnapja volt, rendeztek egy a rádióban egy egy 3-4 órás műsort szerveztek. Meghívták Sándor bácsit, mint ünnepeltet, és két verstannal foglalkozó szakember. Tehát azok aztán boncolgatták, értékelték munkásságát, egy-egy verset külön is, hogy ez miért szép, és itt tovább. Eljutottak a Galagonya című vershez. Mindenki ismeri a Galagonyát. Őszi jelzik a Galagonyát. Mondják, hogy ez az a 16 sor mennyire zseniális, mert hogy az aranymetszés pontján van a lényeg, lányá válik, sírni kezd, ott történik meg a transfiguráció, ilyen szép magyar kifejezéseket használtak, az átlényegülés. Mondják egyszer az öreg megszólalt, ugyan kérem, én azt egy közönséges bakanótára írtam. Aztán is énekelte. Őszi éjjel, izzik a galagonya, izzik a galagonya. Na, rosszul jön. Ruhája, zúg a tüske, szélszalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha hold rá, fájtlat reszlány. Minden ar. Osz még 8-at, mondta. Hát már ott a többiek nem tudtak mit szólni, innentől az esztétikának vége volt. És mondta, hogy hát én a Zoltánt nagyon szerettem egyébként, Kodály Zoltánról van szó, nagyon szerettem, mert Kodály már 15 éves korában egy 15 éves kori Vörös Sándor versre kórusművet írt. Nem tudta, hogy ez egy kölyök írta. Ő lepődött meg a legjobban, mikor meglátta, hogy egy fiatal srác van. Azt hitt, hogy valami idős ember, az öregek kórusműve. Hát a Zoltánnak a bicinimai nagyon szeretem. Írtam vagy 36-32-t ezekre is, és akkor egyet elénekelte, hogy aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúfurujájá, vagy a hajvargánú káposztár, ha vihar jöjj a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha az éken tenni, hol lép, kicsi néném, te vigyázz, ennyi. József Attila is. Még régebbieket nem mondom, mert az már kultúragyalázásnak fog tűnni, csak elhallgatom. Tehát a zene nagyon-nagyon-nagyon jelen van, mind a mai napig. És a tánc is. Hát az ősi 8-asra csárdásozni lehet. Kettőt jobbra, kettőt balra, falló végén kúrt a kocsma, oda rúg ki, a szamosra meg is látnál magát benne, stb. Tessék végig gondolni. Petőfi verse, hát 50-valahány népdal született rá, és fordítva is. Kis lakál a nagy Duna mentében, ó, mi drága el a kocska nékem, nyári napnak alkonyulatánál, megállék a kanyargó tiszánál, otthon a kis tesi végénekel. Tehát nagyon szerves műveltségünk egyik fontos bizonyítéka. Szöveg, zene, mozgás. Együtt, mint látjuk. Na hát ilyen másoknál nincs. Másoknál ilyen nincs. Nálunk élő kultúra. A kiosztott szöveg első oldala a továbbiak vázlata. Tehát ez a bizonyos, hogy néhány beszédszabály, ahogy a magyaros beszéd zsinór mértéke. Szerves műveltségünkről beszéltünk, minden szervül. Az első és legfontosabb, az első és a legutolsó nincs leírva, mert azt hosszasan el kell mondanom, avagy oda is lehet mondani, ez a 10 parancsolat. Ez a magyar beszéd 10 parancsolata. Véletlenül ennyi jött ki, nincs leírva, mindjárt mondom.
Az első és legfontosabb, a többi az mind ilyen technikai dolog. Az első és legfontosabb az, hogy a magyar beszéd tökéletesen követi a magyar gondolkodásmódot. Ez az első tétel. A beszédünk és gondolkodásmódunk szoros, szerves összefüggésben van. Mi az érdekessége ennek? Európában egyedülálló módon a magyar gondolkodásmód és a magyar szemlélet mellérendelő gondolkodásmód és mellérendelő szemlélet. Erről bővebben Karácsony Sándor műveiben lehet olvasni, nagyon-nagyon fontosak a művei, erről írt többször is. Magyar mellérendelő gondolkodásmód és a mellérendelő szemléletről. Mi ennek a lényege? És hogy miért ilyen? Arra is kitérek mindjárt. A lényege az, hogy a magyar beszélő interakcióban a partnert partnernek veszi. Tehát azt mondom, hogy felem. Még a pap is azt mondja, látjátok, feleim. Ketten vagyunk egy. Feleség. Ketten vagyunk egy. Igaz? Még a hivatali nyelv is tartalmaz, hogy ügyfélfogadás. Na más kérdés, hogy ügyhatodnak érzem magam. De a nyelv az őrzi. Őrzi a nyelv, hogy őrzi. Ügyfél. Hogy kezdődik? Látjátok, feleim, mik vagymuk. Is a púr, is homu vagymuk. Már a legelső magyar nyelvemlékünkben van. Vagyis partnernek, félnek tekint. Tehát, ha én elmondok egyszer valamit, azt mondom, hogy Zsuzsika már iskolás. Tudom, hogy a partner nem hülye, megjegyezte, hogy Zsuzsikáról van szó, meg hogy iskolába jár. Vagyis nem kell ki még egyszer elmondanom. Német elmondja. Szeret oda járni. Második mondat. Zsuzsika már iskolás. Szeret oda járni. Tehát nem mondja, hogy iskolába, és nem mondja, hogy Zsuzsika. Tudomásul vettem, hogy tudja. Tudom, hogy tudja, hogy tudom, hogy tudja. Kész. A mamája meg éppen szereti benne. Tudnék, hogy Zsuzsika szeret iskolába járni. Az még emberük, hogy nagymáról van szó, vagy anyukájáról, de tessék ezt bármelyik idegen nyelvre lefordítani. Már a másodiknál elakad, a harmadik az végképp érthetetlen lesz. Na most, mi következik ebből? A magyar éppen ezért használ nagyon sok hiányos mondatot. Mert tudom, hogy tudja, hogy tudom, hogy tudja. Nem kell mondani örökösen állandóan. Azt mondom, hogy tanítónéni, gyakorlóiskola. Pistike, elhoztad a könyvet? Mondja Pistike, el. Egy igekötő ember. Melyik nyelvben van ilyen? Egy igekötő. Benne van, igen, tanítónéni, elhoztam a könyvet. A német ezt így mondja. És az, ahogy a könyvet, hogy határozott névelőt használ, tudom, hogy tudja, hogy melyik könyvre kérdezek rá. Odaadhatom Jancsinak? Oda. Ebből kiderül, hogy a tanítom, hogy tudja, hogy nincsenek valami jó viszonyban, de a Jancsit majd kicsikkel, hogy elolvassa azt a könyvet, és most ezzel, hogy oda, jelzi a fiú, hogy na, kinkes, elvesedne megengedni. Tessék végig gondolni. Tessék végig gondolni. Melyik nyelv tudja ezt? Melyik nyelv tudja ezt? Aztán. Hát az én időben még a német volt a nyugati nyelv. Azért tudok német példákat hozni. A gyerekeim már mind angol. Egyes számú nejem oroszos volt. A lányom az angol mellett olaszul is nagyon jó beszél. Tehát ezekben a nyelvekben úgy körülbelül tudom a példázatokat. Azt mondja az első német órák egyikén, tessék egész mondatban válaszolni. És akkor na, ennek németnek ezt kell, tessék, egész módban az. Meg aztán a kati szórend. Hát ez aztán rettet. Valaki tanult németet?
Kati Szórend, ugye ismerős? Utáltam. Na hát azért, közutálatnak körön. A Kati Szórend. Angolul tanulok, de azt is világos. Nem logikus. Mert nem a magyar agy szerint van. Mert túl bonyolítja tényleg. Erről beszélünk. 15 perc erről beszélek. 15 perc erről beszélek. Igen. Meg a Kati Szórend, de a kötőszó vagy kérdőszó többi alany, többi mondatra is igen állít meg. A Kati Szórend az Kati Szórend. Nem lehet taki, az nem lehet akit, az Kati Szórend. Katiból gyerek. Igen. Na, vigyázzunk, mert tudja mi a Kati. Az nem valaki. Valami. Az valami. Ugye? Valaki tudja, ugye? Egy olyan háromszögletű járóka. Abba. Na, azt hitták Katinak. Igen. Jó. Úgy van. Úgy van. Hát ahogy tanult meg állni ember, meg tudott egy kicsit arra tologatni. Na, ez csak egy közbeletőleges dolog, de tényleg így van. Mert félreért, egyébként egy Schulz, aki másra gondol. Igen. Ja. Na tehát, egy német nem tud azzal mit kezdeni, hogy hazádnak rendületlenül légy híve ó magyar, meg légy híve rendületlenül hazádnak ó magyar, ez nem ugyanazt jelenti, mert ez nála taki szórend. Tessék érteni, ugye? A taki szórend. Nem véletlenül csereberélem itt a szavakat, meg a fogalmakat, mert a magyarnak, magyar beszédnek, a magyar mondatnak egyik legfontosabb jellemzője, hogy mindig a fontos dolgot teszem előre. Hát azért csereberélte Vörös Marti is, hogy légy híve rendületlen. Előrevetett állítmányt. Nem predikatív szórend, mondja a német, nem. Ez egy előrevetett állítmány, mert hang. Ja, hogy az költség is ugyanúgy csinálja. Hát, Isten áld meg a magyar. Szánd meg Isten a magyar. A fontosat teszi előre. Ez fontos lesz későbbiekben is. Hát, ugyanígy vagyunk például, mi, ahogy elmondtuk, hogy felem, ez egy társas viszony. Partnerekben gondolkodom. Az európai nyelvek egoista nyelvek, mert mindegyik az ént teszi előre. Én. Én itt most nekem. A magyar mindig azt teszi előre, ami fontos. Hát kezdjük azzal, hogy bemutatkozom, azt mondom, hogy Ozsvát Sándor vagyok. Vagyis a családot teszem előre. A családot teszem előre. Alexandr Ozsvát, így mondja a német. Én. Itt most. Én. Nekem, enyém. A Haben meg a Haven, az minden nyelvre jellemző. Vagy. Így vagyunk az idővel is. Meg őrülök, nem tudom, nézem az ABC-be, vagy a nem tudom én üzletbe, hogy most mi van elő, a nap van elő, vagy a hónap, vagy de véletlenül sem az év. Mindig a végére teszik. A ma. Ma. Az a fontos. Tehát 7-e októberben 2023. Itt most én ma. Mi hogy mondjuk, mindig a nagyot tesszük előre. 2023. október 7-e. Régebben, még régebben a nagy évkörit is elétették. Nagy évkör a Halakhavában. Nagy évkör Halakhavában. Tessék végül. Azt is elétették. Tehát még a évnél is a nagyobbat tették előre. Nem ismernek bennünket, nyugatiak. Mindig valami milyen idióta nép ez. Pedig fordítva kellene megszemlélni a világot. Tetszik érteni? Na. Tehát ez határozza meg, ez a mellérendő szemlélet és a mellérendő gondolkodás beszédmódunkat, mindent, amit itt az előbb mondtam, hiányos mondat, fontos dolgokat hozzuk előre, és majd látni fogjuk, hogy a hangsúlyozás és a hanglejtés is ennek megfelelő. És ezzel a gondolkodásmód mellé újabb elemet, természetesen kiderül, hogy milyen elemet, zenei elemet hozok elő.
bármi hihetetlen, a 20. század legjelesebb beszédművelője, neve még nem hangzott el, Kodály Zoltánnak hívják. Kodály Zoltánnak hívják. Bétes Usonyi bácsi mesélte, hogy egyszer 60-as évek elején meghívták Kodályt egy olyan gyűlésre, ahol a televíziósok beszédkultúrájáról volt szó. Az egyik vezérigazgató helyettes, aki mellette volt, de mit keres itt köztünk ez a zenész? Mit keres itt köztünk ez a zenész? Kérdezte. Már akkor. Hát nem tudta, nyilván nem tudta, nem tudhatta, hogy Kodály eredeti polgári végzettségét tekintve magyar-német szakos középiskolai tanár. Magyarból doktorált, úgy mellesleg. Tehát ha valamit Kodály mond, az egy tudomány és egy művészeti ág szintézise. Tetszik érteni? Annyira belebonyolódott a magyar beszéd ügyeinek forszírozásába, hogy felesége, Emma asszony, aki nagyot halló volt és mindig hangosan beszélt, azt mondták, hogy ne lőrincézzel már annyit, Zoltán kérem, szerezzen! Tehát, hogy Lőrince Lajos volt a korabeli rádiózásban a édesanyja nyelvünk nagymester, szerez. 1937 óta folyamatosan kongatta Kodály a vészharangot. Rádióbeszédekben, előadásokban, újságcikkekben, élete végéig. Tehát ő volt az, aki kitalálta Lőrince Lajost is, hogy kell a rádióba egy ilyen ember. És később ő volt, aki a beszélni nehéz mozgalom, ki is volt már a vezetője, mindjárt szemben színésznő volt, nevekkel bajba vagyok egy picit, halál előtt mondta, művésznő kedves, lassan lelépek erről a monstre színpadról, vegye már át a beszéd ügyét, eszembe fog jutni a neve mindjárt. Hát, és tételesen is megfogalmazta, beadványokkal bombázta a hivatalos szerveket, olyan dolgozatot, olyan tervezetet írt, ha ma előveszem, Kodály összesben benne van, egy kötet csak a beszédről szól. Ha megnézem ezeket az írásokat és kicserélem a korabeli kifejezéseket, tehát például Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium a mai megfelelőjére, ami mindig változó, mint tudjuk, most éppen nem tudom, hova tartozik, vagy a film mellé behozzuk még a televíziót, vagy a rádió mellé, akkor változtatás nélkül beadható, tessék elfogadni. Ezt kell csinálni. Ilyeneket ír Kodály, hogy minden egyetemi főiskolai hallgatónak el kell végezni egy beszédművészeti tanfolyamat. Ne kaphasson diplomát az, aki ezt el nem végezte eredményesen. Tessék végig gondolni. Mindenféle pályázatokat, mindenféle vetékedőket, versenyeket kitalált. Hát, ott tartunk, ahol Kodály idejében sem tartottak. Annál lejjebb vagyunk. Az előbb elmondtam, hogy miért. Most, ha a második pont, az étlevező első pontra tekintünk, tehát a legelső az a gondolkodásmódunk, mellérendő szemléletünk volt. Beszédünk alapegysége a szólam. Na ez aztán gyalázatosan működik manapság. Kodálytól való a fogalom is természetesen, mi szólamokban beszélünk. Mi a szólam? Egy szószerkezet, egybemondva, csatolmányaival együtt. Tehát, ami hozzátartozik. Tehát azt mondom, hogy Ozsvány Sándor vagyok. Ezt úgy mondom, mintha egyben lenne írva. Úgy, ahogy most mondom. Úgy, ahogy most mondom. Megállás nélkül. Ez a szólam. Úgy, ahogy most mondom. Úgy, ahogy most mondom. Hát ezt aztán a kiváló közbeszélőnk szépen szétszedik,
és a magyar meg így kapkodja a fejét, hogy miről van szó. Mert a magyar agy ehhez van hozzászokva. Tetszik érteni? Vannak kultúrák, ahol a szavak a beszéd alapegységei, sőt, vannak olyanok, ahol a szótag, kínai, japán, Son Xian Qing, egy név, Chu En Lai, szótag, így beszélnek, így beszélnek. Ez a beszéd alapegysége, nálunk a szólam. Szólam a beszéd alapegysége. Első hiba, nem szabad szétszedni a szólamot. A szólamoknak egybe kell maradni. Lesz majd hátra egy kis mese, tessék megfordítani a szöveget, a legalól. Egy pössze lányokról szóló székely népmese. Hogy mondja helyesen a székely anyuka? Egyszer volt, hol nem volt. Még egyszer mondom, megállás nélkül. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy asszony, és annak három lánya. Ez három szólam volt. Most egy érdekesség. Szépek voltak, szelídek, szelények, szemrevalók. Megállás nélkül mondtam, a vessző van. De mind a három olyan pösze volt, mintha csak egy fogú sem lett volna. Szépek voltak, szelídek, szelények, szemrevalók, de mind a három olyan pösze volt, mintha csak egy fogú sem lenne. Már itt lett volna a férhez menés ideje, de ha megszólaltak, minden legénynek elment tőlük a kedve. Most direkt karikírozom egy picit, hogy érthető legyen. Világos? Tehát nem lehet úgy mondani, hogy egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy asszony. Tetszik érteni? Nagyon fontos még egyszer. Magyar beszéd alapegysége a szólam. Egybe mondjuk, ami egybe tartozik. Szószerkezet csatolmányaival, névelővel, kötőszalkkal, névutóval egybe tartozik. Na most jön a szerves műveltségünk, minden mindennel összefügg. Másik érdekessége, hogy ezeket a szólamokat mindig előnyomatékoljuk. Minden szólam előnyomatékot. Úgy nevezik nyelvtan, hogy tőhangsúly. Nem magyarázza meg, hogy mi az, hogy tőhangsúly. Nem magyarázza meg. Német tükörfordítás jellemző módon. A szólam első felében van a nyomaték. Lehet első szótagon, lehet másodikon, néha harmadikon is, de mindig több a nyomaték nélküli szólam. Tehát azt mondom, hogy téged hogy hívnak? Első szótagon volt a hangsúly. Téged hogy hívnak? Én Ozsvágy Sándor vagyok. Nálam már másodikon volt, ugye? Én Ozsvágy Sándor vagyok. Világos? Tehát lehet az elsőn, lehet a másodikon, de a többi az hangsúlytalan. Mert ha nem így beszélek, már a harmadikon volt. Mert ha nem így beszélek, akkor magyartalanul beszélek. Akkor megint kétszótag hangsúlytalan. Akkor magyartalanul beszélek. Mert ha nem így beszélek, akkor magyartalanul beszélek. Követhető, ugye? Na most az organikus szemléletből mi következik? Ha elől megnyomok, erősebben mondok valamit, nagy szuflával mondom, hát a többi az gyengébb, igaz? Vagyis akkor a dallama ereszkedik. A szólamok lefelé jönnek. Na most, ha egy szólam dallama lefelé jön, meg a sok szólam dallama lefelé jön, akkor a orgánumban adódóan vettem egy nagy levegőt, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy asszony, és annak három lánya. Hát a vége lent van, nem? A három így jön lefele. Úgy csobog alá, mint a szalajka völgyi fátya a vizesés. Így. Így. Ha nem túlzottan indulattal teli, például kijelentőmód, akkor lassan. Úgy leszánkázik. Ha expresszív a közlés, álljatok fel, üljetek le, akkor zuhan. Nem megmondtam, hogy bontott csirkét hozzá. Zuhan, jön lefele, igaz? De mindig felül kezdődik és jön lefele. Tekintet nélkül arra,
hogy a belső szólamokon, vagy az első, vagy a másodikon van a nyomaték. Hát így, így búdácsol lefele. Vagyis, ha lerajzolom, akkor, ja, hogy a beszédet is le lehet kottázni. Ezt is Kodály tanulta, mert Gombóz Zoltán volt a tudorra, tehát ő volt a vezetője. Kodály is a ötös kollégiumban volt. Ott tudják, hogy ez a tudor mozgalom, ez mi volt, Angliából indult el, és Magyarországon is nagyon, nagyon színvonalasan csinálták. Azt mondta, hogy egyszer volt, hol nem volt tagolószünet, volt egyszer egy asszony, és annak három lánya. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy asszony, és annak három lánya. Nagyon fontos. Minden magyar mondat végén pont ejtés van, lekonyul a vége. Tekintet nélkül arra, hogy az kijelentő kérdő felkérdő felszőtő, hogy óhajtom mondani. Mindegyiknek lekonyul a vége, ember. Hát egyszer kifáradtam, már a szuflám ott van lent. Igaz? A szervezetem adja. Egy levegővel mondtam egy vagy két mondatot, az mindig jött lefele. Na most két hiba szokott előfordulni. Az egyik hiba az, hogy amikor véget ér egy szólam, akkor nem kell felkapni a végét, tehát nem kell úgy mondani, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy asszony, és annak három lánya, így mondják, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy asszony, és annak három lánya, így mondják. Kérdő mondat, hol voltál tegnap, merre jártál, mit csináltatok? Őrled, ez van. Így beszélnek. Tehát magyar tanul beszélnek, a magyar beszéd alapvető szabályait nem tartják be. Vagyis, mi a dolognak a lényege? Az a dolog lényege, hogy a szólam véget, ha vesző van, csak olyan mértékben emelem meg, hogy a következővel még fölé tudjak menni, és az alá csobogás meglegyen. Álljatok fel! Nem megmondtam, hogy mondta csirkét hozzá. Így működik. Álljatok fel. Nem megmondtam. Itt van a hangsúly, itt van a hangsúly, itt van a hangsúly. Szólamok elejé. Rohadt bonyolult? Nem. És nem német aggyal van kitalálva. Mert a magyar nyelvtan, tessék tudni, azt német területről jövő emberek csinálták, Budenc, meg ezek, ugye? A finnugor nyelvészetet. Most nem kapok bele, mert akkor az eltelik estig. De ezek, akik a magyar nyelvészetet megteremtették, először is nem nyelvészek voltak. Aki nyelvész volt, az is német volt, Budenc. József Budenc. 22 éves koráig egy büdös magyar szót nem tudott. Az egyetemen kint Németországban ilyen peregrinus, kint tanuló unitárius magyar diákoktól. Milyen érdekes ez a nyelv. Eljött Magyarországra tanulmányozni. Debrecenben meg a szomszéd településeken próbált felszedni valamit, de egész életében nem tudott megtanulni rendesen, pedig már az egyetemen a nyelvészet professzora volt, mellesleg Kós Károlyt megbuktatta a nyelvtanból. Ez a német. Tessék végül, Kós Károly. Na, hát Hunfalvi Pál, ugye aki magyar tanult, ezt tudja. Hunfalvi Pál. Eredeti neve Paul Hunsdorfer, szepességi szásrác volt, 6 éves koráig se beszélt magyarul, mellesleg jogász volt, és a jogakadémián tanított. Aztán ilyen, hogy Hel Miksa, aki a lappokkal hozott, ez meg csillagász volt. Aztán Gyarmati Sámuel, ez meg orvos volt. Sajnovics János, ez meg egy katolikus pap, meg is csillagászattal foglalkozott. És ezek mondják, hogy déli bábos nyelvészkedés. Mert ez a tudomány, nem az. A németek kényszerítették ránk. És aki még általános iskolára emlékszik, hát nem éppen a legkedveltebb tantárgy volt a nyelvtan. Mert ha így tanítanák, akkor az lenne. Így tanítanák, az lenne. Összegezve tehát, szólamok, tőhangsúlyozás. Na most mivel a szólamok mindegyik, tehát a mondatok végelefeltendel,
tekintet nélkül arra, hogy kijelentő kérdő felkiáltó felszült, hogy óhajtó a mondat, lekonyul a vége. Kijelentő is minden. Egyedül a kérdő mondatoknál van egy nagyon pici eset, amikor nem. Minden kérdő mondat lefelé jön, kiegészítendő, tudjuk ugye, hogy kiegészítendő kérdő mondat, eldöntendő kérdő mondatok, meg két fajtája van. Megismételt kérdő mondat, ilyet nem tanulnak nyelvtanban. Nem tanulnak, hogy megismételt kérdő mondat, nem. Na, a kiegészítendő kérdő mondat, az, amelyik igazi, valódi kérdőszót tartalmaz, valahol a mondat elején, nem kell legelején legyen, valahol a mondat elején, mint a tőhangsúlyoknak, valahol a mondat elején. És te hol voltál, kisfiam, például? Itt a harmadik volt, igaz? És pontejtés van a végén, lekonyul. A kérdő mondatok másik csoportja, mert itt kettő van, az eldöntendő kérdő mondat, aminek igen vagy nem a válasza, vagy az állítmánnyal válaszol. Alapesetben, ha az igéhez e kérdőhang társul, akkor ugyanaz lejt és a vége pontejtés. Láttad-e már Budapestet éjjel? Láttad-e már Budapestet éjjel? Lejt, vége, leesik. Abban az esetben, ha nem járul hozzá e kérdőhang az állítmányhoz, tehát nem-e tudnád-e, hát ilyeneket szoktak mondani, nem-e tudnád-e. Tehát az állítmányhoz járul. Lehet igei névszói. Ha nem járul hozzá, akkor lép életbe az, hogy hátulesés van, tehát emelkedik az utolsó előtti szótagig, és az utolsóra visszaesik. Láttad már Budapestet éjjel? Voltál már a Nemzeti Színházban? Olvastad már ezt és ezt a könyvet? Tehát az utolsó előtti szótagig emelkedik, és a vége leesik. Az is lekonyul. Pontejtésre. Abban az esetben csinálja ezt a ez az eldöntendő kérdő mondatfajta, amelyben nincs kérdőhang, amíg a kérdés három szótagból áll. Olvastad? Voltatok? Láttátok? Megint csak leesik a vége, pontejtés. Akkor marad fent a vége, ha három szótag alá esik. Tudod? Voltál? Láttad? Akkor maradhat fent. Vagy a gyerek, ha visszakérdez, és? Akkor marad fent. Minden egyes esetben lekonyul a vége. Minden egyes esetben lekonyul a vége. Van még a megismételt kérdőmondat, azt muszáj vagyok felvezetni, mert rettenetesen elterjedt. A kérdés az eredetileg kiegészítendő kérdés. Hol voltál tegnap? Mennyi kettő meg kettő? Kiegészítendő kérdés. Hol voltál tegnap? Első helyzetben így kérdezik. Mennyi ketőn meg kettő? Ugye bűnösködök, nem tudod. Pszichésen terhel. Mert nem úgy kérdezte, hogy kell. Nyíregyházi tudósító kollega kint volt a árvédelmi gyakorlaton, beregi részeken. Nagyon jó anyagot készített, legutolsó kérdése kivételével. Utoljára megkérdezte a munkavezetőt, tehát aki mindenhez ért, mindent tud. Hányan dolgoznak a gátakon? Te Józsi, hányan vagyunk? Így. Hárította a választ, mert a kérdés rosszul volt föltéve. Tetszik érteni? Ha jól kérdezte volna, akkor azonnal jön a válasz. Miért megismételt kérdőmondat? Használjuk, de második helyzetben. Azért megismételt kérdőmondat. Mely esetben? Ha a választ nem akarom elhinni, vagy valami kommunikációs zavar támadt, akkor rákérdezek. Hol voltál tegnap, Pistike? Hol voltál? De csak ekkor, második esetben. Tessék megfigyelni,
85-90%-ban első esetben már így kérdeznek. Kimegy a kis riporterem a piacra, a Batthyánytéri piacra, mennyibe kerül a tojás? Aranyosan kérdezi a nénikét. A Pejtőt vagy honnan? Hát rosszul kérdezett. Úgy kérdez, hogy néni kérem, mennyibe kerül a tojás? Elmondja a falu összes pletykáját, hogy hirtelen, mert hogy neki beszélni kell ilyenkor, esetben ott van a mikrofon. De rosszul kérdezett. Világos? Van még egy nagyon érdekes kérdés, feltevés fajta, már így a kérdő mondatoknál tartunk, meg kérdezni tudni kell. Rossz kérdésre ne várjunk jó választ. Csúnyábban szokták mondani, ezt most nem mondom. Ez pedig a hiányos mondatos kérdezés. A társalgást, a beszélgetés folyamatát ezzel tudom más irányba terelni, vagy csatornázni. Nemrégiben ünnepeltük Debrecenben a Vásári Tamást, a híres zongoraművészt, 90. születésnapján volt. Édesapja polgármester volt Debrecenben, Vásár István utca van ott Debrecenben. És hát az öreg, mikor Debrecenben jön, szíve csücske, Szabó Magda is mindig órákig tudtak beszélni, csak hát a műsoridő az műsoridő. És elkezdte mondani, hogy hát most délelőtt hol voltam, és akkor délután hova fogok menni, mert az, és akkor mondanak. És este? Ez egy nyitott mondat. És este? Befolyásolja, és mert rákapcsolódik, este majd ezt meg ezt fogom csinálni. Érthető? Tehát még ilyen mondat, nyitott mondattal is lehet kérdezni. Nyitott mondattal is lehet kérdezni. 5-6 féle kérdezési mód lehetséges. És érdemes ezeket, mindegyiket alkalmazni a klasszikus latin mondás szerint, a változatosság gyönyörködtet. Na most a másik hiba, most ez már az angolból jön. A hátratolt nyomatékok, toldalékot nyomatékolnak, így én most mutatom, vagy az utolsó szót. Tegnap délután, miután hazajöttem, így kezdenek, így beszéltek, megfigyelték, ugye? Elég gyakran zsűrizek, hát már tanítványaim hívnak meg ősidők óta, például mesemondó versenyre. Papszem Jankó mesemondó verseny, jelentem 26. alkalommal zsűriztem. 2 maradt ki a pandémiában. És egyre nagyobb indulatba kerülök, akkor látom, hallom, hogy a gyerekek milyen rondán hangsúlyoznak. Éltem a gyanúperrel. Tudják, ilyen versenyek végén mindig előszokott fordulni, mert jobb esetben ilyen versenyek végén mindig szakmai értékelés van. Mi a jó, mindig mondjuk a jót előbb, megdicsérjük, és akkor mi az, amire vigyázni kell. És akkor mondom ezt a jelenséget. Engedjétek már meg, hogy megkérdezem. Nyújtsa már fel a kezét, aki angolul tanul. 80% felnyújtotta. Mondom, megvan akkor, hogy honnan jön. Most nem ide szól a nyújtsa, a gyerekektől kérdeztem meg. 80%-ok felnyújtottak. Hát innen jön. Meg az, hogy a határozókat mindig hátra teszi. Hát a magyarban mindig elő vannak a határozók. Tegnap délután, miután abba hagytam a szundikálást, de mondta, az elején van a határozó. Kész. Végére teszik. Tehát a túlzott angol azt eredményezi, hogy a nyelvnek, a magyar nyelvnek a zeneisége megy tönkre, meg a hanglejtés és hangsúlyállománya. Voltunk már így a némettel. A német öreg mesterek még mindig német szakszókincset használnak. A vénkit ad már ide, meg a pájszert, meg az amerikánál kell, meg azt mondja, englízzük már el ezt a anyagot, hölgyek. Aztán ráálltak a nyelvészek, és szépen kicsereberélték magyar szakszókincsre. A sportszakszókincs még közeli, Nagyecseden, ott gyerekeskedtem, a falu foci szeretői angolul szurkoltak. Kornel! Nem, tacsót!
nézd már meg az a centerhalv mit csinál, meg az, ú, de jó volt ez az offside, így beszéltek, angolul. Angolul. Meg a back, minden angol kifejezés volt. Erre nekiálltak Szepesi meg Vitrai vezetésével, és szépen átforgatták magyarra. Már odáig ment a dolog, hogy a végén összevesztek szinte, hogy most nulla vagy null. Ez volt az utolsó nagy csatározások, hogy 3-0 vagy 3-0. Aztán maradt a null. Sajnos ez az üdvözítő folyamat újabban megint visszájára fordult. Már megint szomszédasszonyom azt mondja, találra ezek már megint külföldiül beszélnek. Most az angolt mondom. A playoffba kerülésért, meg a Final Four-ban, meg a sprinterek, meg az assist, meg ilyeneket mondanak. Szóltam Novotny Zoltánnak, még dolgozott akkor, Zoli bácsi, szóljál már ezeknek a gyerekeknek, hogy hát beszélnek magyarul, tartsál már nekik egy pár ilyen órát. Nyugdíjba ment, maradt minden változatlanul. Tehát megint külföldi szépelegnek. Pedig megvannak a maga rájátszásban, a négy közé kerülésért, meg a gyorsúszók, meg a gyorskorcsolyázók, meg, és megvan a magyar megfelelője. Azt hiszik, hogy ettől valami magasabb rendű, egy frászt. Nem magasabb rendű. No, a harmadik pontnál tartunk, azt hiszem, vagy negyediknél. Bocsáss meg, pillanat. Igen. Ereszkedő hanglejtés, nagyon jó, a negyedik, jól emlékszem. Újabb zenei elem, a magyar beszélő a magánhangzót időtartam szerint teljes értékűen ejti, a rövidet röviden, a hosszút hosszan. De nem attól hosszú egy A hang, hogy az A hangot kétszer annyi ideig hangoztatom, az egy másik hang. Másik hang. Miért fontos ez? Megint csak magyar nyelvi különlegesség egész Európában. Nálunk alapesetben 14 magánhangzó helyes használata kötelező. Mert ha nem így használom, akkor a szó jelentésváltozáson megy keresztül. Nem mindegy, hogy íróval beszélgetek, vagy íróval. Egy pohár tejterméket tetszik beszélgetni, igaz? Meg múltkor kiigazítom az egyik tanítványomat, azt mondja, hogy a kórházi ellátás, nem mondom, akkor most menhelyen tetszett lenni, vagy csecsemő otthonban, mert azt mondta, hogy kórház, kor, az kórház, kórház, világos? Tehát duplán hibás, ha elvétem a rövid vagy hosszú változatot. Ennek megvan a magyarázata, majd a legeslegutolsóban lesz benne, amit a tizedik helyre teszek. A hozzánk legközelebb eső nyelvek, tessék megkapaszkodni, maximum 7 magánhangzót használnak. Hetet. Hetet. Van olyan csak 5-öt. Olasz. De az felváltva. Tessék végig gondolni. Tehát rendkívül finoman differenciált a magánhangzó használatunk. És ezért kell helyesen ejteni, egyrészt mert jelentésváltozáson mehet keresztül a szó, másrészt megváltozik a beszédünk ritmusa. Patogóvá lesz a beszéd. Patogóvá lesz, ha nem hosszan ejtem. Ez egy nagyon különleges magyar sajátosság, megint csak zenei, különleges ritmusunk van, kettős ritmus ráadásul, egyszeres ugyanakkor. Tehát, még egyszer, magánhangzót időtartam szerint teljes értékűen kell ejteni. A másra hangzókat pedig zöngészség szerint kell teljes értékűen ejteni. Mert, ha nem ejtjük zöngészség szerint teljes értékűen, akkor megint csak jelentésváltozáson mehet keresztül a szó. Tehát nem mindegy, hogy zsírra gondolok, vagy sírra gondolok. Ugyanaz a képzési hely. Csak az egyikre adtam zöngét, a másikra nem. Zsír, sír. Vagy nem mindegy, hogy valaki zűrben van, vagy szűrben. Ugyanaz a képzési hely. Csak az egyikre adok zöngét, a másikra nem. Debrecenben van egy
olyan bolt, parasztboltnak hívják, valaki azt mondta, hogy géppuskától pampuskáig mindent lehet kapni. Ha valami kell, akkor én is oda szoktam bemenni, hát ilyen csillagfejű csavarhúzót akartam menni. Ott nézegetem, bejön egy bácsika, nagyon-nagyon megtetszett, mert olyan poáró bajusza volt, de ez a magyar változat. Sapkát, kalapot feltött, segédúr jöjjön már. Először segédúrnak hívta az eladót, régi világember. Tartanak szárat, hogy ne kérem, mutasson egyet. Kihoz egy gyeplőt. Másikat. Kihoz egy másikat. Zárat akart venni. Zárat. Csak nem ejtette jól a szót. Szár. Z-helyet, S-et ejtett. Zöngésség szerint. Mindig kiszúrom, hogy a tanítványaim közül kiszárvazik sváb, vagy Erdélybe 100 területről. Ma azok a magyar másrahangzók nagy részét zöngétlenítik. Szóval Tebrecenbe voltam. Zöngétleníti. Debrecenbe voltam helyett. Itt pedig majd a hangszín lesz fontos. Azt is majd, ha máskor nem délután végvesszük.